Sétálgott a legény erdő közepében. Kónya Sándor versénekes, pedagógus, néprajzkutató Petőfi Sándor megzenésített költeményeit népszerűsíti rendezvényeken, iskolákban. Azt tapasztalja, hogy a fiatalok is jól fogadják ezeket a dalokat. Elsősorban Petőfi átütő erejű költészetének köszönve. Nagy részét a gyerekkoromból ismertem, persze a többit keresgéltem. Szándékosan kerestem ugye az arany megzenésítést például. Azután, mivel hogy népdalokat is gyűjtök, hát így akadtam rá a népdalos változatokra, és ismerem mások gyűjtéseit. Ezért nagyon szeretem mindig a föllépéseim során azokat is megemlíteni, akikre fölnézek. Így került bele Búrány Béla is az előadásomba, mert ő gyűjtötte az egyik népdal változatot. A Petőfi estet a Tordai Művelődési Napok keretében tartották meg, amely március végéig tart. Tordán többben viselik tár a Petőfi nevet, a Művelődési Egyesületünk 75 éves az idén, Petőfi Sándor nevét viseli, ugyanakkor Tordán Petőfi Sándor utca is van, és ez is kötelezte bennünket arra, hogy ezt a Művelődési Napokat valamilyen módon, tehát Petőfi Sándor évforduló jegyében ünnepeljük meg. A Tordai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület sikeresen pályázott a Vajdasági Magyar Képző, Kutató és Kulturális Központ Mozdulj Petőfi címmel meghirdetett pályázatán. Az Egyesület úgy döntött, hogy egy sorozatot indít a Művelődési Napok keretein belül, tehát ilyen Petőfi esteket szervezünk, és hát ez a mai nap a Kónya Sanyi bácsinak ugyebár a megzenésített Petőfi verseivel fog indulni. Majd szombaton szeretnénk egy kézműves foglalkozást a gyerekekkel csinálni. Balázs Józsefné, a Petőfi Sándor program ösztöndíjasa Tordán egy helyi monográfia elkészítésével foglalatoskodik, de a Petőfi évfordulóval kapcsolatos rendezvényekkel kapcsolatban is feladatot vállal. Lesz a három torda találkozója március 11-én, most oda szervezek fellépőket, tehát ebben benne vagyok rendesen. Bihar Tordának a fellépőit próbálom megszervezni, hogy kiussanak és fellépjenek itt. Tordán Petőfi emlékének adóznak február 25-én Tiszaalpár testvértelepülésük bemutatkozóján is, és a három torda találkozója is szintén a magyar szabadságharc és Petőfi Sándorhoz fűződő előadás lesz. A vintottan kell.